and your knees can't rise. You feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. What if this is fate, then we'll find a way to cheat. Cause oh, 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 we'll say a little prayer. And oh, 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 if the answer isn't fair. No, you can't call me when you need somebody. No, you can't call me when you can't stop the tears from falling down. Nagyon sok szeretettel köszöntenék minden kedves Eszterházi és Gúlya lányt és Gúlya fiút. Nagyon fontos kiemelni, hogy történelmi évfolyam vagytok, egy történelmi évben. 243 éve várjuk ezt, hát legalábbis 243 éve várják az eszterházisok, hogy végre egyetem legyen Egerben, és ez most sikerül. És ennek az egyetemnek ti vagytok az első egyetemi évfolyam, úgyhogy egy nagyon nagy tapsal szeretnélek titeket köszönteni. Itt van az M2, a Petőfi TV. Miért vagytok itt? Milyen célból? Meddig lesztek és hogyan kerültetek ide? Hát szerintünk ez a gólyabál, ami itt van Egerben, ez egy egyedi dolog. Tehát nem sok olyan gólyabált láttam, még én sem, ahol, ami egy igazi bál, ami a fiataloknak az első bálozása, és úgy gondoljuk, hogy ezt mindenféleképpen rögzíteni kell. Emellett nyilván lesz egy patinás vendég, aki már most zenél, a Margaret Island, mellettük sem kell elhaladni, a tévének nagy kedvence, mi nagyon sokat foglalkozunk velük. Mindemellett, visszatérve az előzőre, egy olyan dolgot, a fiataloknak egy olyan bulizási, szórakozási lehetőséget mutatunk meg, ami nem biztos, hogy arról szól, hogy féktelenül szétcsapják magukat, hanem ezt lehet teljesen kultúráltan, egyetemi keretek között színvonalasan csinálni. Megmondom őszintén, még most tapogatózunk a gólyabálok tekintetében. Tavaly is már nagyon-nagyon sok gólyabálon voltunk, és idén is ez már nem is tudom, ötödik vagy nem tudom hányadik gólyabál egy hónapon belül, és mindegyik teljesen más, és mindegyik másért jó. És egyébként a Margaret Island egy fesztiválzenekarnak kategorizálnám be, akik ilyenkor télen bebújnak a klubokba, és a klubszezon toljuk végig a gólyabálok mellett. Egyébként itt Egerben már játszottunk a Gödör klubban, és jó párszor voltunk itt. Nekem személyes kötődésem annyi, hogy a volt osztályfőnök, amikor gimnáziumban itt tanult nálatok. Úgyhogy szeretjük Egert, és tök jó, hogy közel van Budapesthez, úgyhogy nem kell annyit utazni. Esik test a testbe, feledkezne, bőrigázva szeretkezne, de végtelen, csak veled lenne a történet. Ha esik test a testbe, feledkezne, bőrigázva szeretkezne, végtelen, csak veled lenne a történet. Idén az eddig évektől eltérően kicsit más helyszínt választottunk, egy régebbi helyhez nyúltunk vissza, ez maga az Eger Hotel és Park szálloda. Itt kettő teremmel tudtunk gazdálkodni, így jelentősen több hallgatóval tudtunk számolni, és a számításaink ugye be is jöttek, tehát a tavalyi évhez képest 150%-kal több hallgatótársunkat sikerült elérni. Jelenleg is nagyon jól érzik magukat itt mögöttünk a háttérben, és reméljük, hogy nagyon kellemes emlékekkel térnek majd haza. A Gyöngyösi Campus képviseletében ti is szép számmal jelentetek meg az összegyetemi gólyabálon. Hogyan érzitek magatokat idáig? Igen, ezúton is szeretnék megköszönni a meghívást az EGRI Campus gólyabára, az EHÖK részéről. Nagyon színvonalas rendezvényen van szerencsénk részt venni, és rendkívül jól érzük magunkat. A vacsora fenséges volt, a fellépők, a Margaret Island és a Tutti Frutti is rendkívül szórakoztatók, és hatalmas hangot csinálnak itt az EGRI gólyabálon. Itt állunk a gólyabál szépségverseny győzteseivel. Itt van mellettünk először a hölgyel, kezdeném, Surman Dóra, aki a bál királynő lett.
és itt van mellettünk Juhász Dániel, aki a Bál király. Hát azt szeretném kérdezni tőletek, hogy számítottatok-e arra, hogy ti fogtok nyerni? Először nyilván a hölgyet szeretném kérdezni. Igazából nem számítottam rá, úgyhogy elég nagy meglepetés volt, de nagyon örülök neki, és köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott, és aki így döntött. Úgyhogy köszönöm. Dani? Hát én úgy gondolom, hogy először is Benére számítottam, hogy Bene Martin fog nyerni, a legjobb barátom, az egyik legjobb barátom itt az egyetemen, de aztán köszönöm mindenkinek, aki szavazott rám, és aztán, hogy engem választottak, én ennek nagyon örültem, ez egy örökre szóló élmény lesz számomra. Ebben biztos vagyok, ugye nagyon fontos megjegyeznünk, hogy nem egy szimpla gólyabálon nyertetek, hanem ugye tudjátok, hogy ez az első egyetemi gólyabál, tehát gyakorlatilag az Esterházy Károly Egyetem első bál királynője, és bál királya van itt mellettem. You can't stop the tears from falling down.